Védjük meg Magyarországot. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter részvételével Nyírbátorban volt a Nemzeti Konzultációról szóló fórumsorozat első Szabolcs megyei állomása. Parkolóház épül a Nyíregyházi kórházban. A közel 600 millió forintos beruházás várhatóan 2018 tavaszára készül el. A kétszintes épületben összesen 361 parkolóhely lesz. Gyermekotthonok épülnek Mátészalkán. A 456 millió forintból megvalósuló beruházás célja, hogy az ellátásban résztvevő gyermekek speciális igényeik figyelembevételével családias körülmények között nevelkedjenek. Magyarország minden állampolgáráért és honfitársáért felelős, jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden Nyírbátorban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Konzultációról szóló fórum sorozat első Szabolcs megyei állomása volt Nyírbátor. A fórumon Varga Mihály kiemelte, a kormány továbbra is szeretné megvédeni az országot a bevándorlástól, és biztosítani fogja, hogy mindenki nyugalomban, biztonságban élhessen itthon. A Nemzeti Összetartozás kormánya megvédi a magyar embereket a soros tervvel kapcsolatosan is ezt teszi, mondta Simon Miklós országgyűlési képviselő a Nemzeti Konzultációs Fórum sorozat első állomásán Nyírbátorban. Hozzátette, a nyírbátoriaknak is ki kell nyilvánítaniuk a véleményüket a Nemzeti Konzultációban. Itt is veszély van Nyírbátorban, nem különben pedig ugye menekült szállás van Nyírbátorban, és a migráció itt hétköznapi tapasztalat. Úgyhogy arra kérjük a nyírbátoriakat, a megyebelieket, hogy támogassák a nemzeti konzultációt, és küldjék vissza a válaszlapokat. Magyarország továbbra is óriási kihívás előtt áll a migrációval kapcsolatosan. A soros terv igenis létezik, mondta Varga Mihály a fórumon, hozzátette, a saját állampolgáraik megvédésében hazánk az uniós országok előtt jár. Felidézte, 2015 óta nagy a migrációs nyomás Európán, különböző felmérések igazolják, hogy akár 60 millió gazdasági bevándorló is érkezhet a kontinensre a következő években, hangzott el. Ezt Magyarország nem támogatja, mondta a miniszter, és hazánk másképp gondolkodik, az Európában fellépő népességcsökkenésből vagy a munkaerőhiányból adódó problémák megoldásáról is. A miniszter újságírói kérdésre elmondta, a hazai vállalkozások versenyképességét járulékcsökkentéssel, bértámogatással segítik, és folytatódik az ifjúsági garanciaprogram is. Itt Szabolcszat már Bereg megyében is megjelent a munkaerőhiány. Tehát nagyon sok olyan vállalkozóval találkozok megyei fórumokon, rendezvényeken, akik azt mondják el, hogy még tudnának fölvenni plusz embert, még tudnának alkalmazni embert, és nincs elegendő munkaerő. Tehát itt nekünk abban kell a következő időszakban együtt dolgozni a megyei járási hivatalokkal, kormányhivatalokkal és a vállalkozókkal, megyei kamarákkal, hogy hogyan lehet a meglévő munkanélküli réteget átképzésekkel, felnőtt képzéssel, különböző programokkal képessé tenni arra, hogy a meglévő hiányzó álláshelyeket, állás lehetőségeket betöltsék. Ebből a szempontból különösen fontosak a fiatalok, hiszen egy iskolából kikerülve mégis az az életcél, hogy az ember elhelyezkedjen és elkezdjen dolgozni. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a munkanélküliségen belül pedig a fiatalok munkanélkülisége nagyon tudott csökkenni az elmúlt időszakban. A lakossági fórumon szó volt arról is, hogy a migránsok befogadásának támogatásához uniós pénzeket használna fel Brüsszel, ha a kvóták alapján osztanák szét a bevándorlókat, többek között az agrártámogatások szenvednék kárát, vagy akár új adókat is kivethetne az unió, hangzott el a fórumon. Megoldódhat a parkoló probléma a József András Oktató Kórházban, letették az új parkolóház alapkövét szerda délelőtt. A közel 600 millió forintos beruházás várhatóan 2018 tavaszára elkészül, a kétszintes épületben összesen 361 parkolóhely lesz. Az elmúlt időszakban a legtöbb uniós forrást összesen 20 milliárd forintot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház kapta, közölte az egészségügyért felelős államtitkár a rendezvényen. Most még üresen áll ez a terület a sebészeti tömb mellett a Nyíregyházi József András Oktatókórházban. Jövő tavasszal viszont már egy 5050 négyzetméteres, kétszintes parkolóház áll majd itt a tervek szerint. A kórház területén bár 320 darab parkoló található, mégis problémás a megállás, ezt oldja meg a most induló új beruházás. Ez a korábbi fejlesztések utolsó, lezáró szakasza.
Ez tulajdonképpen még a úgymond tömbkórház projektnek a utolsó szakasza gyakorlatilag. Ugye itt volt egy olyan időszak, amikor a tömbkórházra szánt forrás az gyakorlatilag ugye befejeződött, és újabb forrás kellett ahhoz biztosítani, hogy ezt a tervet egybe tudjuk, újra tudjuk megvalósítani, és ez a forrásteremtés, ez kormányzati, államtitkári és egyéb segítségre volt szükségünk. A parkolóházhoz egy külön bejáratot is nyitnak majd. A Józsa András Oktatókórházban a fekvőbeteg ellátást évente közel 80 ezer, a járóbeteg ellátást pedig több mint 2 millió beteg veszi igénybe. A kórházi fejlesztések mindig egy hármas célt szolgálnak, a betegek biztonságát, az ellátás hatékonyságát, valamint a betegek és dolgozók kényelmét, a parkolóház építése leginkább most az utóbbit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház a legnagyobb hazánkban, országos szinten pedig az elmúlt években ide érkezett a legtöbb uniós forrás, közölte Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a parkolóház alapkőletételén. Több mint 20 milliárd forintról beszélünk az elmúlt időszakban, és ez tényleg így van, tehát miután hogy ez egy egész megyét lefedő kórház, ezért teljesen világos, hogy ide kell legtöbb forrás is allokálni. Ez a 20 milliárd forint, ez az első helyen szerepel a listában, ahol azt kell rangsorolni, hogy ki mennyi forrást tud felhasználni. A kórház további beruházásokat is tervez, szeretnének többek között egy új nővérszállót építeni, felújítani az STK épületét és fejleszteni az egynapos sebészetüket is a közeljövőben. Egy 48 és egy 24 férőhelyes gyermekotthon alapkövét is lerakták szerda délután Mátészalkán. A 456 millió forintból megvalósuló beruházás célja, hogy az ellátásban résztvevő gyermekek speciális igényeik figyelembe vételével családias körülmények között nevelkedjenek. A rendezvényen az is elhangzott, Mátészalka az egyik legbefogadóbb település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Két gyermekvédelmi intézmény alapkövét is letették szerda délután Mátészalkán. Erre azért is van szükség, hogy a régi 160 fős otthon úgynevezett teljes kitagolása valósuljon meg a településen. Az egyik beruházás egy 48 férőhelyes gyermekotthon létesítése, a másik pedig egy 24 férőhelyes épület, speciális szükségletű lánygyermekek részére, valamint regionális feladatellátási körzettel. Ilyen speciális intézmény az országban először itt Mátészalkán működik majd. A speciális igényű gyerekeknek diszociális tünetekkel kerülnek be hozzánk, antiszociális magatartással, esetlegesen pszichoaktív szerekkel küzdő gyerekekről van szó. Itt Mátészalkán 3x8 férőhelyen fogjuk biztosítani az ők speciális ellátását, tehát ez a gyermekvédelmi törvény előírásai szerint, és csak és kizárólag lányokat fogunk fogadni. A beruházás fő célja, hogy az állami gondozott gyerekeket családi körülményekhez hasonló nevelőszülői hálózatban tudják elhelyezni. A fejlesztések EFOP-os forrásokból valósulnak meg. Ezeket a pályázatokat tekintve pedig Szabolcs megye eredményesen szerepel a források lehívásában, közölte a térség országgyűlési képviselője. Azt gondolom, hogy elég jó eredményben vagyunk, hogyha a több forrást nézzük, akkor körülbelül 90 milliárd forint elosztása történik a napokban is. Ebbe is van szociális ellátás, bölcsődei nevelés, óvodai fejlesztés, illetve egyéb önkormányzati, turisztikai és egyéb fejlesztések. De ez az EFOP-os program, azt gondolom az intézményeknél jelen esetben ez van, és nem árulok el nagy titót a politikusként a megmaradt épületet, hiszen azt is szeretnénk tovább hasznosítani, egy idősek bentlakásos intézményével átalakítani. Nagyon nagy igény van itt Mátészalka, 18 ezeres város, a megye második legnagyobb városa, és sajnos egy 50 férőhelyes intézmény van, és nagyon sok időskorú embernek az igénye lenne 24 órás elhelyezés. A most induló beruházások összértéke 456 millió forint. A tervek szerint 2018. január végén és március végén befejeződnek a munkálatok. Keddeste egy robbanó motoros kerékpáros borult fel Felső-Simán. A járművével közlekedő hölgy megsérült, súlyos sérülés gyanújával szállították a nyíregyházi kórházba. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit, ugyanis a járművezetője szerint műszaki hiba történt. Kéri Péter, Rengaföld, Morajlik című dokumentumfilmjét tekinthették meg középiskolások. A filmről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit.
Elsősorban az eredményességben kell javulni, hogy sikeresek legyenek, hangsúlyozta Lucsánszky Tamás a Nyíregyháza Spartacus szokásos heti sajtótájékoztatóján. A vezetőedző szerint az akarattal nincs gond, viszont koncentrációban és labdabirtoklásban mindenképp előrébb kell lépniük. A kézilabda magyar kupában feszült egymásnak a két NB1B-s együttes, a nyíregyházi Essen és a Mezőkövesd. A Continental Arénában rendezett találkozón a nyíregyházi kézisek magabiztos játékkal 34-29-re verték ellenfelüket, és jutottak a következő körbe. Kéri Péter Rengaföld Morajlik című az 1956-os nyíregyházi eseményeket feldolgozó 90 perces dokumentumfilmét tekinthették meg középiskolás diákok a Móricz Zsigmond könyvtárban. A nyíregyházi és országos eseményeket is feldolgozó film vetítése a közelgő október 23-ai ünnep felvezetéseként szolgált. Kéri Péter Rengaföld Morajlik című filmjét még az 1956-os forradalom 50. évfordulójára készítették el, ezzel pedig a rendező egyik nagy terve valósult meg. A rendszerváltás után hozzáférhettek az alapul szolgáló dokumentumokhoz, és elkezdtek dolgozni a filmen. Ebben feldolgozzák az 56-os események nyíregyházi történéseit, így elsősorban az itt élőknek szól. Több mint 3 éves felkészítő munka volt. Itt nyilván nem csak a jegyzőkönyveknek és a különböző adatoknak a feldolgozása folyt folyamatosan, hanem szerencsére még vannak, és voltak is, meg vannak élő tanúk, akik átélték ezt az eseményt itt Nyíregyházán. Velük is készült nagyon sok beszélgetés, bár hozzá kell tennem, hogy ezeknek a visszaemlékezéseknek jó részét nem tudtuk rögzíteni, mert nem járultak hozzá, féltek valami miatt az emberek, de hát a filmben elég sokan megszólalnak, akik átélték ezt a 56-os eseményt itt Nyíregyházán, és hát azt hiszem, hogy színesebbé tudtuk tenni az egész anyagot. A sok interjú, film, fotó, kézirat, okirat és jegyzőkönyv, amilyen nagy segítség volt a rendezőnek a film megalkotásához, akkora nehezítést is jelentett. Sok esetben ugyanis ezek hiányos vagy ellentmondásos információkat tartalmaztak. A legnehezebb része talán az volt, hogy egy bizonyos szintig nyomozó munkát is kellett folytatni, hisz nagyon sok olyan korabeli dokumentum jegyzőkönyv ugyanarról az eseményről ellentmondásos volt, vagy legalábbis nem egészen úgy tálalta a történeteket, ahogy az szerintünk valójában történhetett. Úgyhogy egy kis nyomozó munkát is latba kellett vetni, ahhoz, hogy megpróbáljuk a valóságos eseményeket valamilyen szinten bemutatni. Jó lehet, hogy elképzelt, hogy mi is tévedhetünk, vagy vannak benne tévedések, de azt hiszem, hogy közel járunk a valósághoz a film kapcsán. A film úgy készült, hogy tudományos ismeretterjesztő kategóriába is besorolható legyen. Nem csak a nyíregyházi eseményeket foglalja össze, hanem az egész kor történéseit, és megpróbál választ adni arra is, hogy mi volt az a gyújtópont, ami kirobbantotta az országos eseményeket. Elsősorban az eredményességben kell javulni, hogy sikeresek legyenek, hangsúlyozta Lucsánszky Tamás a Nyíregyháza Spartacus szokásos heti sajtótájékoztatóján. A vezetőedző szerint az akarattal nincs gond, viszont koncentrációban és labdabirtoklásban mindenképp előrébb kell lépniük. A Spari vasárnap a Siófok otthonában lép pályára. A hétvégi Kisvárda elleni megyei rangadót követően hiányérzettel zárta a mérkőzést Lucsánszky Tamás. A Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője a látottak alapján győzelmet várt csapatától, azonban, mint mondja, ahhoz, hogy sikeresek legyenek, az eredményességben kell elsősorban javulniuk. A javításra pedig vasárnap idegenben az eddig nem túl sikeres, és ezért teljes szakmai stábot váltó Siófok ellen lesz lehetősége a Sparinak. Egyértelműen a koncentrációba kerülve akarati problémákat eddig sem láttam a csapatnál, tehát tesszük adó koncentráció és egy kis plusz vagányság, ami ahhoz kell, hogy merjünk játszani, mert a labdabirtoklás terén azért vannak hiányérzeteim. A Spari keretében már a hétvégén ott volt Megyeri Gábor és Hinora Kristóf is, akik az U21-es nemzeti csapatban szerepeltek Olaszország és Törökország ellen. A két ifjú közül Hinora Kristóf az olaszok ellen fél órát bizonyíthatott is a pályán.
Azért mégiscsak egy Szériás B-s játékosok ellen játszottunk, voltak ott is fiatalok ugyanúgy, de ők azért nem az NB2-be, hanem a Szériában, mondjuk egy AC Milánba futballoznak. Ez mindenképpen egy jó előrelépés nekem is, meg egy mérce, hogy hol járok, hogy hova szeretnék még eljutni. Megyeri Gábor ugyan nem játszott a válogatott találkozókon, azonban így is nagy élmény és megtiszteltetés számára, hogy a keretben volt, és a jövőre nézve nagy motivációt jelent számára. Remélem, hogy a jövőben még meg fognak hívni. Arról tájékoztattak, hogy nagyon jó munkát végzünk itt is, és én is nagyon jó munkát végzek, még plusz munkát kell vállalni, és akkor remélem meg lesz. A Nyíregyháza Spartakusz a Siófok után kedden a Csorna ellen lép pályára a Magyar Kupában. Így, mivel egymás után kétszer is nyugaton szerepel a Spari, ezért a vezetőség úgy döntött, a csapat 4 napot Telkiben tölt majd. A keretben ismét ott van Forró Gyula, akinek eltiltása lejárt, Rudolf Gergely pedig sérülését követően már teljes értékű munkát végez. Az együtteshez kapcsolódó hír még, hogy ezentúl mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás csapat munkáját pszichológus segíti majd. A kézilabda Magyar Kupában feszült egymásnak a két NB1-B-s együttes, a Nyíregyházi Esen és a Mezőkövesd. A Continental Arénában rendezett találkozón a nyíregyházi kézisek magabiztos játékkal 34-29-re verték ellenfelüket, és jutottak a következő körbe. A tabellán ugyan egy helyen előrébb áll a Mezőkövesd a Nyíregyházánál, azonban a két csapat keddi összecsapásán a Magyar Kupában a sorrend nem jelentett semmit. A hazai pályán játszó nyíregyházi kézisek mindössze egy góllal hozták az első félidőt, a második játék részben azonban felülkerekedtek ellenfelükön. Végül magabiztos lett a továbbjutás, az egy gólos szünet előtti előny ugyanis a végére 5-re nőtt, és 34-29-el zártak a csapatok. Bécsi János elsősorban a frissességben látta csapata előnyét. Az első félidőben is úgy érzem, hogy végig mi irányítottuk a mérkőzést, egy pici megingás volt a félidő közepénél, és akkor felzárkózott a Kövesd, illetve egy gólos lett csak az előnyünk. A második félidőben meg úgy gondolom, hogy mivel mi nagyobb játék lehetőséggel rendelkezünk, illetve több játékos variációnk volt, a cserepadunk egy picivel hosszabb volt, mint a Mezőkövesd, és ez ki is jött a folyamán. Jobban bírtuk fizikálisan, úgy érzem. A Mezőkövesd hétvégén egy nagyon erős rangadót játszott a Balmazújvárossal, ahol hazai pályán megverte őket. Én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés elég sokat kivett belőlük, és mivel nincs annyi játékos, a kiemelkedő játékos, hogy folyamatosan tudná frissíteni mérkőzés közben, ezért szerintem ez volt a mi szempontunkból a fontos és a döntő tényező, hogy mi egy picivel frissebbek voltunk, és gyorsabban tudtunk cserélni, illetve gyorsabb játékot tudtunk játszani. Még a nyáron azt nyilatkozta Bécsi János, hogy a csapatnak időre van szüksége, hogy teljesen összeálljon, de úgy tűnik, a folyamat jó irányba halad. Még azért messze vagyunk még attól, amit én elvárok. Tény és való, hogy most már azért kezd egy picit pozitívba átbillanni a mérlegünk, és vannak olyan dolgok, amik már úgy látom, hogy mérkőzésen már tudatosan jönnek elő, de még, ahogy mondtam, még nagyon hosszú után lelőttünk, és még mindig azt mondom, hogy szerintem ez a csapat tavaszra lesz az a csapat, amelyiket mi szeretnénk, és a jövő csapatába képzelünk. A csapatépítést vasárnap Balmazújvárosban folytathatja Bécsi János együttese, ahol a nyíregyházi vezetőedző kiérezett küzdelemre számít, hiszen egy tavaly még jelvonalban szereplő gárda ellen lépnek pályára. Nem sikerült a továbbjutás a világranglistán 103. Fucsovics Mártonnak a stockholmi ATP 250-es versenyen. A nyíregyházi teniszező 80 perc alatt két játszmában 6-3-6-2-re maradt alul a világranglistán 54. helyet elfoglaló dél-koreai Chung Hyonnal szemben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarország minden állampolgáráért és honfitársáért felelős, jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden Nyírbátorban a Nemzeti Konzultációról szóló fórumsorozat első Szabolcs megyei állomásán. A miniszter kiemelte, a kormány továbbra is szeretné megvédeni az országot a bevándorlástól, és biztosítani fogja, hogy mindenki nyugalomban, biztonságban élhessen itthon. Megoldódhat a parkoló probléma a Józs András Oktató Kórházban, letették az új parkolóház alapkövét szerda délelőtt.
A közel 600 millió forintos beruházás várhatóan 2018 tavaszára elkészül. A kétszintes épületben összesen 361 parkolóhely lesz. Az elmúlt időszakban a legtöbb uniós forrást, összesen 20 milliárd forintot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház kapta, közölte az egészségügyért felelős államtitkár a rendezvényen. Egy 48 és egy 24 férőhelyes gyermekotthon alapkövét is lerakták szerda délután Mátészalkán. A 456 millió forintból megvalósuló beruházás célja, hogy az ellátásban résztvevő gyermekek speciális igényeik figyelembevételével családias körülmények között nevelkedjenek. A rendezvényen az is elhangzott, Mátészalka az egyik legbefogadóbb település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 18-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Nem változik számottevően időjárásunk. Bár a térségünk felett lévő anticiklon fokozatosan gyengül, leépül, csütörtök estig lényeges időjárás változásra nem kell számítani. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. A következő napokban a ködfoltok feloszlását követően változóan felhős időjárás várható, hosszabb, rövidebb napsütéssel, csapadék nélkül. Vasárnap délutántól északnyugat felől erős felhősödés képződik, és hétfőn már borult esős időjárásra van kilátás. Az átvonuló hidegfront hatására megerősödik az északnyugati szél, és több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Kedden is szeles idő ígérkezik, de egyre kevesebb helyen eshet, nyugat felől csökken a felhőzet.